mindenkit itt a lányok kategória versenyén. A pole pozícióból Bence Tündi indul. Szia Tündi, ez már idén a sokadik pole pozíciót, gondolom az elsődleges célod az lesz, hogy ezt megőrizni. Mégis látva azt, hogy most Timi nem indul el a versenyen, mennyire fogod ezt vehemensen, vagy esetleg kicsit inkább megpróbálod a versenyt? Szia! Hát igazából beteg vagyok, nem is számítottam, hogy pole pozíciót fogok futni, ez nagy meglepetés volt. De majd meglátjuk, mi lesz, tehát most azért próbálok első lenni. Hajrá! Köszi! Második helyen György Anett. Szia Anett, legutóbb, amikor velünk versenyeztél a Hungaroringen, akkor a pole pozícióból indultál, most a második helyről indulsz. Van-e bármilyen tapasztalatod az egyes gépre, hogy esetleg ezzel tudsz majd támadni? Most a felvezetőkről elég jónak éreztem, illetve a gumik is újak rajta, úgyhogy majd mindent megpróbálok. Rendben, hajrá! Harmadik helyen Fogel Adrián indul. Szia Adrián, legutóbb, amikor velünk indultál a Hungaroringen, akkor is itt az első háromba tudtál végezni, most a harmadik helyről indulsz, esetleg van bármilyen tapasztalatod a kettes gépre, hogy tudsz majd vele támadni, vagy inkább védekezel? Hát kettesel csak az időmérőt mentük, úgyhogy van egy kicsit tapasztalatom. Jó gépnek tűnik, kicsit csúszik a hátulja, de hát meglátjuk, mi lesz, megteszek mindent. Rendben, hajrá! Bent a zászló, Bauer Krisztián indította a versenyt, jól indulnak el a lányok. Vanyuva Veronika próbált előzni, de nem sikerült, és... egy csere nélkül. Érkezünk az első kör végezés, Deák Gyöngyvérnek sikerült beszúrni a Ungi Anett mellé, megelőzte. Messze volt, közben Ungi Anett egy picit leszakadt tőlük. Igen, Anettnek a reménye egyedül az lehet már, hogy Ungi Anettnek, hogy küfölik egymást a lányok elől. És Fogel Adrián ismét próbálkozott, de ezzel nyitva hagyta a kapu Deák Gyöngyvérnek, aki ezzel feljött a harmadik helyre. Na, nézzük, hogy vajon vissza. Közben Veronika gyorsított ki nagyon jól. Ott van az egyenesben mögötte. Na, beteszi? És Oj! És megvan. És megvan. Nem láttam semmiféle szabálytalanságot. És ebben a pillanatban leintik a verseny, Bence Tünde megnyeri, de nézzük az izgalmakat, közben Veronika próbált meg nagyon szűken bebújni Adrián mellé, nem sikerült. Én azt látom, hogy ebből már nem lesz előzés, messze vannak egymástól. Igen, második helyen György Anett, harmadik Deák Gyöngyvér. Nagy Koppány. Szia Koppány, a kategóriában jelenleg Virág Lacival holt versenybe álltok 96-96 ponttal. Nem, a Laci vezet. Laci vezet? Igen. Hát azt mondom, hogy holt versenybe álltok az első két helyen. Tehát most is csak 43 ezred másodperc volt köztetek az időmérőn. Láttam, hogy nagyon intenzíven melegítetted a fékeket. Ezek szerint védekezni fogsz? Hát Laci ellen mindig kénytelen vagyok. Az a helyzet, hogy Laci vezet előttem, ezért szükségem lenne arra, hogy ezt az 5 pontot lefaragja, illetve egy kicsit talán még több is, nem tudom pontosan a különbséget most, szükségem lenne arra, hogy ezt az 5 pont különbséget ezt megtartsam. Rendben, köszönöm szépen, megkérdezzük erről Lacit is, hogy mi a véleménye a pontállásra. Szia Laci, az előbb Koppánnyal arról beszélgettem, hogy te vezeted a kategóriát, de nincs köztetek pontkülönbség, tehát holt verseny van. A 6. futam féltávnál vagyunk. Meg fogod támadni Koppányt? Nagyon szeretném. Nagyon szeretném. Jó, mindig szeretek veled interjúkat csinálni, mert olyan frappáns válaszokat tudsz mondani, hogy nagyon, nem nagyon. Nem mentem ezzel a géppel, nem tudom milyen, de bízunk benne, hogy utol tudom érni és meg tudom fogni. Oké, okay, hajrá! Yeah. A harmadik helyen pedig a 4-es géppel Neudert Karcsi.
Szia Karcs, jelenleg a 7. helyen állsz a bajnokságban, egy kihagyott futammal, hogyha jól néztem. Szereted ezt a pályát? Nem annyira, viszont ma van a szülinapom, úgyhogy... Akkor Isten éltessen! Dobogó, az most szeretném. Jó. Oké, hát akkor sok sikert kívánunk ebben. Köszönöm. És ebben a pillanatban elrajtolt a mezőny. Az első kanyarban nagyobb a tülekedés, az előzőben. Nem láttam pontosan, hogy történt a bármiféle pozíciócsere, mivel rohantam fel ide az épület tetejébe. Koppány, mintha egy kicsit nagyobb előnyre tett volna szert, és a célegyenes ráfordítóban egy baleset történt. A 12-es géppel. Márton Balázs lesz az? Úgy látom, hogy Márton... Előzési kísérlet közben megforgott. Igen, közben Kis Gabi szakértő, állandó HCK versenyzőkkel beszélget. Védekezni a porosívre. Aj, de nem volt kanyar tempója Koppánynak, de Laci egyelőre nem tud mit kezdeni vele. Hogy ezt csinálja végig, és az utolsó körökben majd... Jaj, közben. Itt írtom Roland mögött. Kosztolányi Ádám próbál, de vajon mindjárt kiesünk innen az erkélyről, hogy... Márton Balázs további egy pozíciót lép föl. Igen, és Kosztolányi Ádám viszont kettőt is veszített, ha jól láttam. Most Koppány biztonságban van. Hát azt kezdtem el az előbb kifejtegetni, hogy... Hogy, megint nem jutok szóhoz, mert Írtó Roland akciózik, Gárdos Zsolti ellen, de ez még egyelőre nincs meg. Márton Balázs visszaelőzték. Igen, visszaelőztek Márton Balázs. Ez működhető stratégia ellenem, ezt eljátszották 2012-ben, még a Rimós korszakban, akkor a Bugnó Márkkal vívtunk nagy csatát. Írtó Roland, külső ív, Még messze, kigyorsításon jó lehet. Szóval még be nem játsza Laci, most már végigfuttatom ezt a gondolatmenetemet, bármi történjen is. Az az egyik opció, amit te mondtál, viszont... Aj, Márton Balázs berepült! Aj, na hát... Ez így, jaj! Szabályról lemaradtunk volna, vagy csak simán. Így hosszultak, és Márton Balázsnak sikerül Írtó Roland mellé bebújni a hídra feljövet, viszont visszasorol Rolandnak jobb volt a kigyorsítása. Viszont... És nézzük, hogy az éren lesz-e, vagy inkább így. Márton Balázs és Írtó Roland, és most meglehet. Ajjajjajjajjaj. Ebben majdnem kiforgatás lett, de végül nem. Márton Balázs. Az első négyes pedig most érkezik meg az utolsó kör megkezdésére. Az utolsó kör, na és most kell Lacinak nagyon koncentrálnia, hogyha szeretne valamit az utolsó féktávon, akkor ebbe a körbe csupán elég lesz rajta maradnia. Gáda Zsolti felhajtotta a plexiét, ezt így most nem nagyon értem. Vagy nem? Lehet, hogy melege van. Na nézzük közben, az első négyes most érkezik meg az utolsó kanyarhoz. Hát messze van. Ez messze van. Ebből nem valószínű, hogy lesz helycsere. És Nagy Koppány megnyeri a második Virág Laci, harmadik Hajder Karcsi.
Köszöntök mindenkit itt az egyes kategória versenyén, a pole pozícióból Rafai Kristóf indul. Szia Kristóf, itt az első helyen üdvözlünk téged, a 7-es géppel fogsz indulni, és esetleg van bármi tapasztalatod a gépről, illetve látod, hogy Csóka Feri a 6-os géppel indul, mire számítasz a futam során? Sziasztok, hát a 7-es géppel még nem mentem, úgyhogy meglepetés lesz számomra, hogy milyen a gép. Nagyon remélem, hogy meg tudom tartani az első helyet. Rendben, hajrá! És a második helyen pedig Csóka Feri indul. Szia Feri, legutóbb a Csömörön az első kicsit keresztül húzta a számítási időt, a pole pozícióból indulva, most itt Battán a második helyről indulsz, ez szintén az első sor. Mire számítasz, esetleg mit gondolsz a gépről, a 6-osról, tudsz-e vele támadni, vagy inkább védekezni fogsz Gáborral szemben? Ami nagyon fontos, hogy nem fog esni, a többit majd meglátjuk. A gép most két versenyen keresztül pihent, nem tudom milyen állapotban van. Most a két kör alatt nagyon tetszett, hát majd meglátjuk. Rendben, hajrá! És a harmadik helyen pedig Kis Gábor. Szia Gábor, ha jól sejtem, akkor eddig ez a legjobb rajtpozíciód idén. A 12-es géppel indulsz, mire számítasz? Meg fogod próbálni Csóka Ferit, vagy inkább védekezel? Hát meglátom, hogy hogy viselkedik a gép, és megpróbálom kihozni belőle a legtöbbet. Rendben, hajrá! Bent az ászló, és ebben a pillanatban elrajtol a mezőny. Az élen nincs változás, ebben hátul, ott nagyon egymáson vannak a versenyzők. És itt hárman fordultak el, Kacskó és Krisztián, aki az utolsó helyről indult, javított egyelőre két helyet. Mögött a Zsigri Marci és Hangelaci. Pillanatra elhallgattam, de most újra itt vagyok, tehát az élen Rafai Kristóf, Csóka Feri, és most ott a dobogóért Berényi Ádám feljött a harmadik helyre. Mögötte pedig Cserny Csabi és Kis Gábor. Kis Gábor, aki a harmadik helyről indult, most két pozíciót veszített. Nagyon együtt vannak itt a versenyzők. És Berényi Ádám már Csóka Ferit támadja a második helyért, vajon sikerül beszúrni a pálya hátsó részén. Megelőzte Kis Gábor, Kis Gábor pedig visszaesett két pozíció, de már visszaelőzte Cserny Csabit. Ajaj, a szevasz. Áj, miért hagyja nyitva? És... az még Csabi is, azt még Csabi is meg ezt a simán, könnyedén, sőt, hogyha nem zár vissza időbe. És azt nem szabadott volna nyitva hagyni, hát gondolkozni kell hátrafele is. Ádám, Gábor. Kacska is Krisztián és Pap Dávid de csúnya! És Zsigri Marci ott marad a falba. Beragadta. Ez nagyon csúnya. A Berényi Ádám nagyon mélyeket fékez, nem tudom, hogy jó lesz az ott. Én elég Csabi feljött a harmadik helyre. Igen, mondjuk én Ádám. És bent van, megelőzi Csóka Ferit, most Kis Gabi van Feri mellett, de őt kivédi. Cserny Csabi klasszikusan bebújt. Csóka Feri nem tudta időben levédeni ezt az ívet, és ott közben a mezőny végén Pap Dávid Robert és Hange Laci, ha jól látom, helyet cseréltek. Sőt, Kacskovics Krisztián az utolsó helyre előre lépett az utolsó előttire. Közben ismét Dávid, Pap Dávid, Robert és Kacskovics Krisztián. És most Berényi Ádám és Kis Gábor helyet cserélnek. Ezzel Ádám feljött a dobogó Nem, vigyázzuk rossz. Nem, ez még csak a negyedik hely. De viszont ott elénk. Pálya elejére. Ajaj, de ott hagyta a belsőt.
És most sikerül a kigyorsítás a két versenyző egymás mellett, és nagyon-nagyon szépen egyébként figyeltek egymásra, és megelőzte Ádám, feljött a harmadik helyre. Megint ott van mellette kis Gabi, de ő nem vállalja be azt, mint Berényi Ádám. Zsófész, Kackovics, Krisztián a sikámba, hát hogy jöttek át? Hát nem normális, akkor olyan mondom. Kell Zsófia, most több pozíciót is veszít, itt megint a hídra feljövet, van egy kisebb összakadás. És mit az Isten? Csigri Marci benne volt a híd felfelébe. Megint nem. Hátul Gál Zsófia meglehetősen lassan jött. Első dobogós helyét megszerző Berényi Ádám. És nézzük a további, hogy alakul. Csóka Ferének sikerül-e kivédekeznie. Kackovics Krisztián az utolsó métereken megelőzi. Nem. Végül a kigyorsítás a kis Gabinak megrehet, és akkor ez lett az egyes kategória verseny. Kategória, tehát a 3A kategória. Egy újdonsült polpozíciót köszönhetünk. Gulyás László szerezte meg a 6. futamon a polt. Ez élete 4. HCK futama, szerintem egy roppant jó teljesítmény ez tőle. Megkérdezzük most, szia Laci, hogyan értékeled ezt a polpozíciódat? Izgulsz nagyon? Hát nyilvánvalóan nagyon örülök neki. Rengeteg kihívást fog tartogatni ez a verseny. Minden erőmmel azon leszek, hogy meg is tartsam ezt a pozíciómat. Meglátjuk a végére, mi fog sikerülni, de hál' Istennek azt kell mondjam, hogy eddig egészen szerencsésen alakulnak a dolgaim, úgyhogy nagyon sok reményt fűzök a továbbiakhoz, úgyhogy... Jó van, hát köszönöm szépen, sok sikert! Köszönöm szépen! A második helyen pedig a kategória összetettjében a 9. helyet foglalja el, és stílusosan a 9-es gépjár mellé itt a második helyről. Hogy szereted ezt a pályát? Mesélj róla! Én szeretem ezt a pályát, tavaly is egész jó eredmények, nem tudom. Nem tudod? Egyszerűen csak megy. Csak megy, jó. Igen, ez látszik a mostani edzésen is, idei legjobb rajtai, úgyhogy... Meg fogod támadni az újdonsült polpozíciót, kinek még nincs sok tapasztalata ebben? Megpróbálom természetesen. Oké, hajrá! Köszi! A harmadik helyen pedig az egyes géppel Bakó Zoltán. Szia, ez a harmadik hármas kategóriás futamod ebben az évben, és szerintem így összesen is, nem tudom, hogy ez jól mondom. Volt egy másik is, volt egy másik. Volt egy, jó, oké, harmadik hely így, egyből harmadik futam. Mit válsz? Koppányra fogsz támadni, hogy egy nagyon kemény támadó? Mi a véleményed? Hát így van, most nagyon jó géppel fog indulni, úgy bízok benne, hogy tudom tartani. Előttem még az úr az még talán fogható, az első helyzet az nem sok esély van, de bízok benne, hogy a harmadik, második hely még tartható lesz. Oké, hajrá! Köszi! Közben már a hídra kanyarodnak föl. Gulyás László, tehát jól jött el. A második helyen támadja őt Klenovszki András, a harmadik helyen pedig továbbra is Bakó Zoltán, akit már nagy koppány, az intenzív támadó játékos próbál befűzni és leterelni őt a pályáról.
Engem is persze nagyon megzavar, hogy itt van egy idézőjelben egy Rátkai János és egy Szecei Gergő a mezőnybe. Legalábbis nekem sisak alapján ennyit mondanak. És közben ott hátul Horváth Norbi nagy koppány próbáltam előzni, és abból pozíciókat veszít. Aj, de lelassult koppány. A futam győzelemre, hiszen ott marad még folyamatosan. És Pót Barna. Aj, hát ez milyen berepülés volt, hát haló! Visszaengedő versenyt láthatunk a mezőny végén. Nagy koppány megpróbálkozik el, és igen, megpróbált koppány bebújni, de nem tudott mellé érni. Közben. Viszont Pót Barna meg ott van koppány mögött. Pedig a gentleman részbe picit megpróbál bezavarni, de nem visszasorolt. Jaj! 8-as géppel közben Irtó Roland repült be. Kilami nevető harmadik próbálja kihasználni a szituációkat. És most Koppány és Szegő Gabi. Jól láttam, hogy elemelkedett Koppány gépbe? Igen, tehát nagyon furcsán mozgott, ez pedig itt Irtó Roland. Na nézzük. Akkor ami aktív csata van, az most Ciranku Dániel és Szegő Gábor, és Irtó Roland pedig előzött egyet. És itt egy négyes érkezik, Horváth Norbert vezetésében, majd Lincs Zsolt, így Attila, és Virág Laci. Virág Laci beteszi Dinyó Attila mellé. Na kezd most meg rá. És megvan a pozíció. Hozzáteszem, hogy ugyanazt csinálta a Laci, mint Berényi Ádámban szembe. Csinálták. Pót Barnabás, ha minden igaz. Igen, ő az. És itt Dinya Attila visszaelőzi Virág Lacit? Igen. Szegő Gabi megnyeri a... Nem, bocs, ez még nem, ezt nagyon benéztem. Tehát most akkor végül Gulyás Laci, utána Klenovszki András a második, és harmadik pedig Bakó Zoli, aki le is pasizik. Nézzük, a végén mint Zsoltnak sikerül-e megelőzni? Nem, maradnak ugyanúgy Horváth Norbi a belőrőbb, és most nagy kopány és Pót Barna, Pót Barna megvan. Még egy utolsó, Ciranku Dániel és Szegő Gabi, és így sincsen változás. Köszöntök mindenkit itt a Light kategória versenyén, a pole pozícióból Schmickl Balázs indul. Szia Balázs, első hely, eddig az idei év annyira nem sikerült jól, de most sokat javítasz, hiszen Jóboti meglehetősen hátulról indul. Mik a célod, megtartod ezt a pozíciót, illetve mennyire akarod túlvédekezni vagy védekezni? Hát megpróbálok az elején ellépni, hát nyilván a többiek is nyerni akarnak, tehát nem falábúak. Hát alattom egy jó gép, ez már csak rajtam múlik. Hajrá! Második helyen Pap Dávid Róbert,
Szia! A legutóbbi versenyt sikerült megnyerned, most is ez a célod, van esetleg valamilyen tapasztalatod erről a gépről? Olyan sok tapasztalatom nincs, de azért próbálom megtartani ezt a pozíciót. Minden, hajra! És a harmadik helyen pedig Szabó Boldizsár. Szia Boldizsár! A legutóbbi csömöri versenyen nem igazán jött ki a lépés, most innen a harmadik helyről indulsz. Van esetleg bármilyen tapasztalatod erről a gépről? Egy kicsi tapasztalatom van, de nem sok, úgyhogy majd meglátjuk. Rendben, hajrá! Bent a zászló, és ebben a pillanatban elindul a light kategória verseny. Nagy Marci beragadta rajtnál, valami gond volt, ott feltette a kezét. Többiek simán eljönnek. Marci ezzel az utolsó helyre esik vissza. Előtte, csak a versenyen van most jelenleg mögötte, 71 ponttal, szerintem egy 7 ponttal különbség két versenyző között. Közben. És közben Kozma Simon a kubikfalból jött vissza. Dávid már rá is esett egy kis hiba. Hát igen, azt mondom, nagyon nehéz megfogni. Na, fáradnak a srácok, kezdődnek az izgalmak. Itt a top 5-be. Jaj, Dávidot meglöpték. Harmadik helyről és a negyedik helyről bebújt. Lutz Barna és Szabó Boldizsár. És az övé, az megvan az a harmadik hely. Az megvan, az szép, szép, szépen meglátta a lehetőséget. És Bauer Krisztián már készíti a kockázászlót, érkezik Smikl Balázs, lássuk. Az ő pozíciója biztos, a második hely kérdése, második hely kérdése első, és Lutz Barna, és nem, Pap David Robert megtartja a második helyet, harmadik Lutz Barna, más Szabó Boldizsár. Keszeti Oldal, Jóboti, Nagy Marci és Kozma Simon. HCK futam az utolsó átöntő a mai nap folyamán, Kollár Attilával a pole pozícióban, 12-es géppel. Szia Attila! Kicsit állsz a gázon, nem? Nem, akkor csak magas az alapjárata a gépnek. Voltál már pole pozícióban? Nem voltam. Nem voltál még soha? Még nem. És mire számítasz a futamom? Hát nyomni fogom, csak azt tudom csinálni. Mögöttem nagyon sokan fognak jönni, úgyhogy megyek előre. És akkor izgulsz azért egy kicsit, nem? Igen. Oké, okay, hajrá! A második helyen pedig, hát megint Glenovski András a 4-es géppel, hát... Szia Andris! 4-es gép! Itt ülsz megint a külső íven, battán. Milyen érzéseid vannak a futammal kapcsolatban? Megint egy újdonsült pole pozíciós van előtted! És én ismét üldözni fogom őket. Szeretem a pályát, megpróbálom őt elkapni. És meglátom. Jó, esetleg valami a protokoll dumán kívül valami esetleg valami új, mert mindenki ezt mondja, semmi extra, valami gondolat, amit még így megosztanál velünk, semmi. Nem jut eszedbe, nyomod ahogy kell, ugye? Nem, annál jobban. Oké, okay, hajrá! A harmadik helyen pedig Lajos Józsa 8-as géppel. Szia, hát ez elég jó rajtpozíció így, ahogy elnézem, a harmadik helyet foglalod el a 8-as géppel. Szereted ezt a pályát? Mentél már rajta ebbe az irányba? Imádom, kedvencem ez a pálya, sőt ezen szoktam igazából csak évente egyszer versenyezni. És miért szereted, vagy mi a titkod? Őszintén szóval fogalmam nincs, maga a pálya adottsága egyszerűen frenetikus. Tehát érzed, hogy dinamikus a pálya, jól megy, jól tudsz rajta mozogni, otthon érzed magad? Nagyon jó, igen. Jól van, akkor hajrá! Bent a zászló,
ebben a pillanatban elrajtolnak. Kollár Attila nagyon jól jött el. Klenovszki Andrásról már is egy kicsit elszakad, aki a 4-es géppel van. Közben Neudert Norbinak próbáltak bebújni egy pillanat erejéig. Kollár Attila ellépett a 12-essel, tehát Klenovszki András erről, akit szorosan követett Lajos Józsa 8-as géppel. Kovács Krisztián próbálja támadni Halász Peti. A 6-os és a 3-as gép küzdelme, és itt a 9-es géppel kettes gép, tehát Hajdú Otto van mögötte, Csernik Csabi, aki most bebújt Horváth Norbinak, bebújt, de nem tud elmenni, nagyon mély volt az a féktáv, ott belülről nem lehet olyan szűken fordulni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai napon akik a bajnokságot vezetik, azoknak egyáltalán nem kedvezett az időmérő edzés. Akik pedig hátulról indultak, ők most nagyon tudtak villantani. Janowski Andis pedig akár csak a legutóbbi alkalommal a 3-as kategóriában ismét szakad le az élmény. Már közben! Csabi és Horváth Norbi. Na nézzük! Jaj, de fair küzdelem, és az Norbi bizony, sőt, hajaj. Csernik Csabi még majdnem esett vissza egyet, de figyelj, szerencsére, de egyébként ma úgy jönnek fel a srácok, illetve lányok a hídra, hogy tehát elképesztő, itt a korábbi évek tapasztalatai során rengeteg falba állást láthattunk, és most mai napon nagyon fegyelmezett mindenki. Messze van az még. Eközben egyébként Balogh Dávid helyében nem lennék, aki ott a tűző napon veszi az eseményeket. Hát, mire ősztrapát. Na, Neudert Norbi ott a lehetőség nem tette be, pedig nagyon közel volt. De úgy látta, hogy az még ott nem okés. Viszont, hogy ne maradjunk le semmiről, Halász Peti van ott nagyon kacskó, és Krisztiánon be is bújik mellé, és megvan. Várjál. Ez megvan. Annyira rajta volt, hogy ő is érett, hogy ezt most ki kell használni, ez most nyitva van, azt ott be kell menni, és be is menni. Kollár Attila gyakorlatilag utcahosszal vezet. És elvesztettük a fonalat Kollár Attila téven, mert igazából nem is beszéltünk róla a futam alatt. Érkezik. Már nem is volt róla mit beszélni. Hibátlanul versenyez. A befutóhoz pedig Kollár Attila közeledik. Ebben a pillanatban leintik és megnyeri élet első hátvéges futamát. Második Klenovszki András 4-essel, a harmadik pedig Lajos Józsi a 8-essel. Köszöntök mindenkit itt a nap utolsó versenyén a 3B kategóriában. Az éről Makári Dávid indult volna, de jelenleg nincs itt a rajtrácson. Helyette viszont így az első helyet Harsányi Zoltán örökölte meg. Szia! Jelenleg ugye az összesített eredményben tart, a 14. helyen vagy, ez 2 pontot ér. Van valami tapasztalatot a géppel, illetve mire számítasz a futamon? Nem, még soha nem ültem benne. Hát nagyon izgulok. Szerintem támadni fogok. Rendben, hajjá! És akkor a második helyen, így ha minden igaz, Ivanov Iván foglal helyet. Szia, jelenleg te foglalod el az utolsó pontszerző helyet. Van valami tapasztalat a gépről, a 4-es gépről, támadni fogod-e Zolit, vagy pedig inkább megtartod ezt a helyet? Hát tapasztalatom a 4-es gépről azt hiszem, hogy nincs. Nyilvánvalóan azért jöttem ide, hogy versenyezzek, ezért megpróbálok támadni. Rendben, hajrá! És akkor a harmadik helyen pedig Poszmi Gilbert.
Szia! Jelenleg egyetlen helyre vagy az utolsó pontszerző helytől. Az ötös gépen van bármi tapasztalatod? Még nem mentem vele egyáltalán. Rendben, akkor hajra! Köszönöm.